Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Kaszt vagyok, és ez itt a Town of Lights végigjátszás harmadik része, ahol hát most aznál résztél vagyunk, hogy gyakorlatilag meg kéne tudnunk, hogy René milyen csomagot kapott, hát milyen csomagot hoztak neki, mert nagyon sok dolgot úgy látszik, hogy a nővérek és mindenki más, tehát konkrétan engem elvágtak a külvilágtól. Csak hogy így rakjuk össze a képet így egészben, aki például régebb, mert most már az a jövő héten van ez a videó, azt hiszem kikerülni. Jövő hétre fog ez a videó, azt hiszem kikerülni. Az volt őszintén az egész, ami eddig történt, hogy volt Renének... Renét behozták ugyebár ebbe az elmegyógyintézetbe, hogy meggyógyítsák, ez gyakorlatilag ez volt így a legeleje. De megerőszakoltak, utána elvágtak a külvilágtól megerőszakolás után, és gyakorlatilag átküldtek össze-vissza osztályokra. Még a utolsó osztályon vagyok, ahol az elzárás van. Itt mindent elsötétítettek, és az ágyhoz kötöztek. Gyakorlatilag ezt csinálták velem, és kb. Etájt meglátogatott édesanyám, és nem édesanyám, hanem valami Dr. Own nevezetű illető, vagy nem tudom már pontosan, hogy ki, aki édesanyámat valamilyen szexuális kapcsolatban vannak, nem tudom pontosan. Az a lényeg, hogy meglátogatott, és elméletek hozott nekem egy csomagot, amit én nem kaptam meg, és ez most derült ki, és előző részben derült ki, hogy amit én elküldtem leveleket, egyik se érkezett meg, és nekem, ami levelek megérkeztek, egyedül egy levél jött át. A többi nem jött meg. Nincs több levél. Elvágtak teljesen engemet a külvilágtól, már a legelején. Ami nagyon cink. Na. Folytassuk a játékot, ott ahol abba hagytuk. Hát kikerestem Renét, és emléletek én kaptam valahol egy csomagot. Meg is van a csomag. Now we can open the bundle on that table in front of the window. Gondolom én is, anyám. May the Lord guide your path and keep you from sin. Mom. Én. Cipő. You see? Mom was good. I was bad. Mom was worried about Renee and Charlotte. I abandoned Charlotte. We've abandoned her. Új fejezet 10. Let's look for Charlotte. We have abandoned her. Will she still be where we abandoned her, under the warm lights? Hát reménykedek, hogy nem rabolták el onnan. Ups, kicsit túljöttem. Hú. Ez a hang nem tetszik. Oké, most csak kezdek félni. Ez zárt osztály. Ne, hagyjál békén! Te voltál az, aki megerőszakolt. I didn't do anything.
I just obeyed orders. I only obeyed orders. Charlotte's gone away. Mom will come and get me. She loves us. I only even obeyed orders. Mom won't leave us alone. I didn't dare. I only obeyed orders. Mom will come and get us now. I didn't do anything. I only obeyed orders. Even though we're bad. Mom won't leave us alone. I didn't do anything. She's gone away. I only obeyed orders. Mom will come and get us now. She loves us. Even though we're bad. I didn't do anything. I only obeyed orders. Szélesére került, az a nem mindegy. Mit akarnak valami csinálni? Mi a Torbi? Ne. Mi a picsa? Ne! Ugye nem valami... Ne! Doki, ne! Ne szopassál! Franc! Miért én? Ne? Mi? Ne! Előbb jött ki egy hulla, bazd meg! Ne! Ne! Kérlek! Ne! Jó Istenem! Ne! Félek. Mi ez a hang? Jaj, csak azt ne mondd! Ne, kérlek, azt ne mondd! Ne! Istenem, kérlek! Ne, akkor tudom mi lesz! Ne, kérlek, ne! Ez emberkínzás. Bármit csinálnak, emberkínzás. Ne. Megnyomd! Ne! Franc! Franc! Elektrosok terápia! Ők megőrültek! Ez René. September 7th, 1938. The patient frequently indulges in recriminations expressed in an explosive tone of voice. This morning she threw away the milk, saying it was full of urine, spittle, and all kinds of other filth. Crazed, she hears voices that order her to do things. She says she heard children singing and that they were locked up in a school. January 20th, 1939. Introverted, dazed, cannot focus on anything. When questioned and stimulated, she starts crying and weeping. At other times, she laughs. June 1st, apathetic. Eats very little. She refuses to be touched. Does not respond. Spends her time in the grounds. The cooks report that she sits on a bench in front of the kitchens. October 14th. Return of impulsive behavior. This morning she asked for 2 eggs to make zabaioni, but when she got them, she threw them up in the air. Excited, clamorous, slightly confused, takes her clothes off. December 8th. Tied to bed for 15 days. High-spirited,
tends to make witty comments and use vulgar words, laughs hysterically, and pleasures herself. The nurses report that about 2 weeks ago she remained in the showers on her own and didn't want to leave. They said that when they took her away, she swore at them and then lashed out and bit them. Two nurses had to be treated for their injuries. They've kept her tied to the bed since then, transferred to the slightly agitated ward from the care of Dr. B to the care of Dr. C. I was with Amara in the showers. My memories are terrifying. They're not real, are they? Amarával voltam zuhanyzóban, az emlékeim rémisztőek, akkor nem valósak, igaz? Igen, ők csupán csak képzelettem szüleményei. Milyen valóságra vagyunk utalva? Csupán emlék vagy, akár valóságos, akár nem. Milyen valóságra vagyunk utalva? December 15th. Dr. C. Patient notes. The abnormality of her psychic state has induced her to lead a life which is irregular and tends towards delinquency. Of fickle and flighty character, she regularly discards her household duties and engages in occasional prostitution. Delinquency? Prostitution? Renee? It seems so strange, unreal. It can't be true. And Amara? She loved us and would tell us everything. She wouldn't hide anything from us. Her mental deficiency makes her deaf to the reprimands of her family. She has shown suicidal tendencies. She was brought to the ward yesterday, agitated and hysterical. Treated with cardiazol, 2 injections a week for 5 weeks. They were only trying to confuse us with the therapy, and my God, they succeeded. It was as if they wanted to instill the madness into us. Csak megpróbálták összezavarni minket, és tovább terápiával Istenemre sikerült nekik. Olyan volt, mintha belénk akarták volna csepegtetni az őrületet. Ez volt az egyetlen kezelés, amit megpróbáltak. Mit tudtak volna tenni, azzal a pokoli helyzettel olyan kevesen. A cél mindig szentesíti eszközt azoknak, akik hatalmat birtokolják. Egyébként jó. June 2nd. After a long period of calm and improvement, the patient is very agitated today and vehemently refuses to submit to a gynecological examination. She swears and curses those helping her, flailing her arms and hitting them. According to reports by Dr. B, the patient has been subjected to periodic checkups since she had a spontaneous abortion about 2 years ago in her 3rd month of pregnancy. Conception occurred after she had sexual intercourse with a stranger who sneaked into the hospital grounds. Details are contained in the charges filed at police headquarters in Volterra, a copy of which is attached to these clinical notes. ES therapy. That's how the reality is concealed. It has all been planned very carefully. Így rejtik el a valóságot. Nagyon gondosan megtervezték. Igen, minden jól megterveztek. Az intézményeknek meg kellett védeni a saját magát. És ez így igaz. De meg kell védeni a saját magát. Tehát nem René-re utal ezzel, legalábbis nem, nem másik B. Gyakorlatilag az intézmény saját magát védte. Miért rejtőzködnénk? Nem hiszem, hogy félünk tőled. Értéktelen vagy mindenki számára. Ez fasság. Miért védi meg a egész...
The nurses report that she descended into a state of great mental confusion after receiving her mother's letter. She threw her soup over another inmate because she was very anxious, and then punched a nurse. Impulsive, flails about her. She rails against the doctor in vulgar terms while he is examining her, lashes out and spits. Block all correspondence to give the patient no further reason to become agitated. August 20th, tied to bed. The nurses report that the patient is extremely agitated after the visit of a relative or family friend. 2 days later, she is still shouting all the time that he commands her, that she must obey and harm herself, and that she is not Charlotte. All visits forbidden, constrained to bed, and intensification of ES therapy until we achieve results. No contact with the outside. That way nobody knew what was happening within these walls. Nincs kapcsolat külvilággal, és senki nem tudja, mi történt az alfalakon belül. Az emberiség nyomorultjait idehajították, és elzárták őket, hogy a világ elfeledkezhessen róluk. Az itt lévő emberek többé már nem számítanak emberi lénynek a társadalom szemében. A fontos dolog az volt, hogy a szép csendben távol tartsanak. Nem emlékszem, hogy mi történt, amikor a levelet érkeztek, hogy itt érkezt, nem. Mert ezzel magamnak mondanék ellent, mert nem történt ilyesmi. A izé miatt meg akarják védeni, mert ugyebár ha ezek a kirolnás, mert minden kiderül, hogy gyakorlatilag René egy normális ember, és igazából úgy zárták be ide, hogy egy tök normális, az kiakasztó. Legfeljebb úgy, hogy egy kislány. Jelzem, régebben egy kislány 16 évesen ugyanúgy imádta a babákat. Ugyanúgy imádta ezeket, azokat a dolgokat. 16 évesen került ide. 2 éve jött ide, és egy nővé cseperedett ember. Szánalmas. Szánalmas. Amit egyébként gyakorlatilag ez a kórház művelt, az szánalmas volt. És igen. Az itt lévő emberek már nem szerintettek emberi lényeket. Calm down. You must be calm. Don't get agitated. We'll make you calm down. Is that the only thing that matters? Is tranquility worth the price of not living? Higgadj le. Nyugodnak kell lenned. Ne légy izgatott. Mi majd lenyugtatunk. Ez az egyetlen dolog, ami számít. Nyugalom. Megéri ő azt az árat, hogy ne élj. Hát kurva. Több százan zavarodottan bepréselve a legalkalmatlanabb helyekre, nyugalom fenntartása volt a kulcs a jólétünknek. Milyen alternatíva volt ott? Minden esetre egy olyan élet volt, amiért nem érdemes élni. A B lesz egyébként nekem ismét a válaszom. Természetesen nem, de legalább így kívülről minden sokkal elfogadottabbnak tűnt. B. Egy ilyen életet? Hagyjál már! March 3rd. Ez alert. Nem élet. Correct attitude. Replies when questioned. The nurses report that the patient is calm. She washes and looks after herself. She affirms the existence of a certain Amara. She says that Amara is a patient who disappeared when she was moved to this ward. No confirmation. Probably a regressive hallucination. Evaluate transfer. Did I imagine Amara? That's not possible. She was there. I know she was there. I feel it. She must have left some traces of her presence. Ha most megnézzük, hogy mennyien vagyunk körültek. We can try to find her medical records in the archive where their letters were filed.
Várjunk. Igen, az meg a másik oldalt van. Igaz? Jó. Hú, meg hogy prostituált voltam. Meg hogy prostitúció, hát ezt nem hiszem el. Az a helyzet, hogy túl nyugodt a szereplőnk ahhoz, hogy főhősünk ahhoz, hogy ezt így el tudjam hinni. Semmire nem emlékszik, mi az amnézia? Hagyjál már! Ez hülyeség. Amora. Amara B. Aged 32. Housewife. Mother of two daughters, married to Mario B. So Amara does exist. Yet she had no children and wasn't married, but that photo, it's her. Hoppa. June 3rd, 1936. Admitted yesterday, showing signs of improvement. June 8th. Cheerful, calm, and tranquil. Her behavior is good and she is keeping herself clean and tidy. Discharged on June 10th. April 28th, 1937, arrived accompanied by her husband in an anxious and nervous state. Has difficulty speaking, trembles. Discharged May 14th. March 8th, 1938. A few days before Renee was admitted, she told me that she too had been admitted only a short time previously. Arrived yesterday in a febrile state. Discharged March 14th. She didn't leave. Certainly not after a few days. No. June 22nd, 1939. Readmitted once more, the patient shows rapid improvement. Discharged July 2nd. August 1st, 1941. The latest of many admissions due to agitation. Discharged August 27th. She came and went, stayed only for short periods, but I remember she was always with me. What's going on? March 4th, 1942. Back again, the same situation. March 8th. Compared to previous admissions, the patient seems depressed even after a few days, although her demeanor is calm and she is attentive. Discharged March 25th. April 2nd. The patient is distracted and apathetic. Her husband brought her here and said, "She's not eating, doctor. She spends all her time sleeping. I'm so worried, doctor. You know her. You can help her." April 6th. Tuberculosis. Patient transferred to the Maragliano Pavilion and is in isolation. May 3rd, 1942. Death from tuberculosis at approximately 8:30 a.m. Is Amara dead? Poor dear friend, I wasn't even able to say goodbye to you. Enclosed is a manuscript written by the patient, probably in a state of delirium. I'm dying, I know it. I'm losing a lot of blood, bleeding internally too. It's strange. Since I came back in here, I can't stop thinking about that little girl with her sad eyes, her desperation. I only saw her for a short time, it's true, but she remains in my heart. Will she still be here? I hope to God not. I hope she's better and her mother's taken her home. My memories don't match up. What's the point of this? Perhaps my memory is playing tricks on me. Things are not as I remember them, as I see them. She said she liked me. I just can't understand it. I just wanted to say goodbye to her for the last time. I never even said goodbye to her. How could a soul survive in this hell? I so want to feel things again. Pain, passion. Feel the damp tears rolling down my face. To remember. Thank you.
can't be sure it's Amara's. These crosses are nameless. How will we ever know who is buried here? There are no names here. Amara no longer exists. That's right, Poo. Maybe she never really existed, and I was already dead. Why go on living? Let's put an end to it. I want to leave a letter. I want to apologize for the suffering I have caused. The reception is in the entrance hall. There I'll find a pen and paper to write with. Annyit tudtok el, hogy... ja, tényleg, itt a szülőütvezménnyel kaptak egy achievementet, ha ide jöttök. Nem igazán mondva, ami túl sokat rá tősünk. Csak szülő úgyis. Ide utólag jöttünk volna ki egyébként. Hogy én játszottam elsőek és másodják ki, utólag jöttünk ide ki. I always wanted to stop doing the things I used to do, but I just did it again and again. Ezek szerint... I kept on making mistakes, destroying my life and that of the people close to me. My soul was rotting in a state of sin. My life has been one long mistake. I'm so ashamed of what I've done. I lost control and couldn't stop myself. A victim of rage and lust. Most obscene desires. Mom, don't come and fetch me. I beg you. I deserve to be in this place. It's my only chance. But I'm not brave enough to keep on living. Not like this. Not with this shame which wears me down every accursed day. Not with this anxiety which transforms everything into fear. I'll never change, Mama. Never. Let me die, but don't suffer for me. Ezt nem is néztük meg. Személyes adatok. Fia David elhunyt és olvashatatlan születési hely és idő, hely, tartomány, székhely, családi állapot, egyedülálló férjezet, gyerekek száma, foglalkozás, vállás, kultúra, referál, diagnózis, megjegyzés, levelezési cím.
Na jó, most ez meglepett. Tényleg meglepett. Mi volt az? Számít akkor az ending. Kérdés, hogy mi általános iskolát, ezt kiálltuk-e? Jézusom. We learn so many things at school, and so we have to attend. How would we get on if we didn't? I do a lot of bad things. I don't tell anyone, but Mom knows just the same. Gondolom, akkor gyors 17-et meg kell találnom, de... Don Gino knows everything. He speaks to God and he tells him lots of things. A cat goes into my mouth and eats me from inside. At least you can't see what's happening. Renee's kind to Don Gino, but he always frightens me. My schoolmates, when the lights
betegebb és betegebb lesz, esküszöm. Ez egy idő után véget ér, szóval ez nem muszáj ezt ügy, pont a 17-et. My baby Charlotte is so beautiful, and she's so good. But Renee isn't. When I was little, I never used to sleep. Poor Mom. Mr. Onofrio is so nice. I'm bad because I'm not kind. Mr. Onofrio helps Mom. How would we manage if he didn't? Mom always has to work because it's so cold in winter. There are a lot of them. They want to hurt me. They fly. Even Charlotte can't help me. Mom works so hard because I have to eat, or I won't grow. Meg három darab. Ki tudja, lehet, hogy meg lesz. Felfelé nem igazán szoktam menni. Jól nézünk egy felfelé utat. Hát valami jó helyre visz. És lefele. Mr. Onofrio is very kind and helps us. If he's not here, I have good reason to be afraid. Vagy kettő. The others, Mom. Why not? Mert téged fölcsináltak. Ezt meg sosem tényleg nem tudom, hogy merre kéne mennem. Mindenhol voltam. Valahol vagy lent, vagy fönt. Kettő hely között. Aha, voltam. Ez nem baj, ez nem azt jelenti, hogy előről kell kezdem az egészet. Maybe I am dead. I can't get up. What's going on? What's happening to me? There's no one here, but these noises.
és... Hú, hát... ez így érdekes. Azt a mondta, hogy elejéről kezdjük be, akkor röhögök, hogy... És akkor mi van? Aztán valahol elaludtam. Ez egy zárda? Nem, még mindig az elmegy úgy. Ne, engedjetek el! Nincs ott senki a lábamnak, kitol? Nővér, mondja, hogy itt van velem. Nincs ott nővér. Hol vagyok? Ez egy lift. Ez világos, csak hol vagyok? Mi ez a hely? Engedjék el. Támadtál mindenki kis járműveket! Váááá! Engedj el! Most tudom, mi van velem? Mit keresek én itt? Hol vagyok? Mit csináltam? Mi történt a barátos némmal? Hol van anyám? Hol van apám? Ki vagyok? Miért csinálom ezt? Egyetlen miért létezik? Fejezet 14. My medical file again. I don't want to know. I don't want to know anymore. There's only confusion. There were some who had scarcely seen me. They thought they knew me and understood what was happening to me and could decide about my life. Rendesen lerombolták. Teljesen lerombolták. Tehát bombázták, nem tudom. Mindenhol a tégla, a cserép, elhanyagolt bútorok tömkelege. Milyen szép kint lévő látvány. Könyvek. Pillanatra. Úgy meglökött a egér.
az ott mi? Once more I feel like I'm on the edge of an abyss. What a horrible feeling. My paranoia is hammering at the gates. Everything is exploding, and in the end I know they will enter and destroy me in a matter of seconds. I won't be here for much longer, but in my personal hell, consumed by fear, which will be directed violently outwards. When you're not well, I mean, in your head, when you're... crazy. I mean, what else am I? Well, that's that. I can't speak or move anymore. I find it hard to swallow. I can't eat. Then it passes. I feel better. Like now, perhaps. Then the anxiety returns and I can't sleep. I can't stop the intrusive thoughts, one after the other, relentlessly. I suffer from memory lapses. Yes, there are periods I don't remember anything about, and I don't know what it means. It first started when I was with my fiancé, and Bruna was there. They said I did certain things, you know. I'm too embarrassed to talk about them. But I think that's the reason I'm here, isn't it? But I don't do any of those things now, do I? Please tell me. And, send me home. I'm sure I'm okay, and I so want to go home. But nobody comes to visit me. Why? Do you know? Nem egyébként FPS. Zsanéti. Ez az igazi René. Ez az igazi René. Nem a átvert, elvágott René. Ez az igazi. Akarják elfogadni, hogy René. Ez normális. Igazából a körülötte lévő emberek voltak az abnormálisak. Anger. I've stopped dreaming, daydreaming,
mondjuk az eléggé ilyen önneprontó az a látvány, de annyi baj, ilyen ki fogok jutni úgyis. Két szárny még van ugye bár, ez gondolom a második szárny, amit hozzáépítettek mindenhez, tehát több mindenben senki nem használta. Ez meg egy féli bicil, féli gizé? De várjál, akkor hogy hajtották? Ennek a működési elve érdekel. Ja, hogy valamilyen kézzel. Mondjuk ki a magyarázni a kormányt, és ugye egyik kéz ugyebár tekert a cuccot és komment, a másik kézzel meg tartotta az úton. Mondjuk lehetség és középsők, jó van, bocsánat. Szerelő vagyok, gyakorlatilag nekem ez a szakmám, így meglátok egy ilyen érdekes szerkezetet. Rákérdezett magamnál, hogy hogy működik. May 5th, 1943. Renee's state of health is good. She is eating and speaking. Her spatial and temporal orientation is good. Therapy suspended. December 3rd. She calmly asks if she can leave the hospital. Evaluate patient for 6 months. May 2nd, 1944. Discharge denied, despite a favorable psychiatric opinion. The patient has no home or means of support. Mi? Van egy édesanyám. Várj, mi? Várjál. Mi a... May 4th. The reasons why discharge is impossible are explained. And this is how Renee learns of her mother's death 2 years after. Két éve halott az édes. May 5th. She tried to kill herself in the night by hanging herself with a sheet, saved by the nurses. Csak hagyni kellett volna, lehet. Restrained to her bed, she once more tried to kill herself by suffocation. The decision has been taken. Form a transorbital lobotomy. Mi van? Ne, skacok, figyeljetek.
ezt a részt nem mindenkinek ajánlom, ténylegesen, és én figyelmeztettek, mert én ezt már láttam egyszer, és ez tényleg brutálisan van megcsinálva. Oké. Okay. Fejezet 15. Aki nem bírja a brutális dolgokat, azt szerintem csukja be a szemét. A lobotomi alkalmazás gyorsan terjed Olaszországban, szemben a többi európai országgal az és Amerikával. Az előtt technológiát, melyet EA Monet történt. A művelet során hozzáférés szereznek az agy előső lebenyeihez, a személy felett homlok csont keresztül fűrészésével, ezután károsítják a lebenyeket alkohol. Ellentétben azzal, amit gyakran gondoltak erről, az eljárásról páciensek nem mindig szenvedtek maradandó károsodást, hová elég gyakori volt a helyzet. Igen. És most ezt fogjuk látni. Szóval én szóltam. Én figyelmeztettem mindenkit. Az élet utolsó szikrájam, és elveszik tőlem. Az a helyzet, hogy a lobotómia után két dolog lépett föl. Nem maradok épp, elmélyű, vagy belehalok. Nincsen jó választás. Nincsen. Ezzel csak rosszul járunk. Ne. Ne nézd be az én szemembe, hagyjál békén! Miért ebből a szemszögből kell végignéznem? Ne! Azt! A vidást! Ne! Ez mindig brutális! Of June, 1944. Operation successful. Patient tranquil and collaborative. Motor coordination capacity reduced, but she's improving. Transfer to the tranquil department in the care of Dr. B. 25th of October. Continues to talk about Amara and her doll, Charlotte. The disturbances of motor capacity show slight signs of improvement. Difficulty walking, not capable of riding, and the nurses report that they have to help her dress, wash, and feed herself. In the summer of 1944,
Renee was transferred back into my department. Aware of little, indifferent, I hardly ever spoke. One day, she said, "When I find the courage to look at myself in the mirror, I see a young face which is aged and looks at me full of fear." She is a woman now who has changed profoundly compared to the girl that I had under my care several years ago. Only the sadness of her gaze and her intelligence are unchanged. She's so young, just 23 years old, but is lacking all vitality. Perhaps her condition may improve, but probably not. Her life has been thrown away. And nobody did a thing to try to avoid this. Nos, kacok. Azt a... Mondottam, dráma, és azt maximálisan teljesíti. Brilliáns, szerintem nagyon jól kidolgozott játék, szomorú, mint lehet látni, és képes úgy érzemeket kiváltó, hogy észre vesszük, mert egyébként én sírtam itt a végén, de gyakorlatilag telegén bekönnyeztem, mert azért ritkán látok ennyire hitelesen átadva egy ilyen jó kis drámát, és... És az, hogy nincs esélyed sehogyan, semmiképpen megváltoztatni a jövődet, meg nem vagy képes egyébként ura lenni semminek, nem vagy képes önálló döntéseket hozni, mert mások hozzák, elrontják az életedet, és gyakorlatilag itt kötsz ki. 23 évesen nem éreztem el egyébként magába a életet sem. Elvettek mindent tőle. Nincs értelme élnie. Meg akart ölni magát. Nem engedték azt se neki. Egyszerűen hagyták szenvedni. Ez a legrosszabb. Ez a legrosszabb az egészben. Ha játszottuk egy ilyen körülbelül játékkal, akkor őszinte leszek, szerintem a végigjátszásaim között ez volt az egyetlen, aminek elérzékenyültem a végén, és... És tényleg tök őszinte elmondom, hogy most tényleg sírok, mert... Rönnének egy tényleg nagyon durva életútja van, és... Durva az, hogy külön történeteket mondd el, amik igazak, de... Így egybe rakva az egész, ez brutális. Aki végig szeretné játszani játékot, annyit tudok mondani, hogy különböző útvonalak is vannak ezek szerint, mert én meglepődtem egy kettő dolgon, mondjuk ugye ez volt a vége az alapnak is, csak különböző útvonalak voltak, például a temetős rész az nálam máshogy volt. Kétszer ugyanazt csináltam akkor végig endinget, de ezek szerint több ending is van, vagy több útvonal, hogy eljuss a endingig.
És ez nagyon fájdalmas. Ez olyan érdekes. Szomorú, de egyben meg ott van az is, hogy egy élet tönkre ment a játékban. Igaz, hogy játék, de akkor is. Szerintem már páran voltak olyanok, akik már sírtak filmen. Tehát ezen a játékon is lehet. És őszintén legyek, bevallom, férfi létemre eléggé bekönnyeztem. Végképp az utolsó pályát már inkább kiakasztott, mert az a lobotómiás rész, ez beteg. Nagyon beteg, túlzottan beteg. Utána ott van most ez a vége, hogy ezzel a lobotómiával elvesztett minden egyes dolgot, ami számára még úgymond megmaradhatott volna emlékbe. Igaz, megpróbált visszaemlékezni, de csak szóba említi meg, hogy de mi esti belgondolunk, hogy ő már egy nő lett, 23 éves, és nem engedték ki. Az anyja meghalt, nem jött senki érte. Ő ott maradt egyedül, értek. Egyedül. Mert nem volt senki, aki támogatná vagy segítené, és ez nagyon szomorú. Bejutották prostituáltnak, meg mindennek. Hát, őszinte legyek, én köszönöm a játékot. Kedves készítők, én köszönöm. Ne ti köszönjétek meg, hogy én játszottam vele. Én köszönöm, hogy ezt megcsináltátok, ezt a rendkívüli alkotást. Mert ez szíved dobogtató. Komolyan, nagyon beteg, nagyon brutális, de egybe teljes mértékben álszomorító. És onnan elkezdődött. Fájdalmas. Szóval, még egyszer szeretném mondani, hogy köszönöm szépen a magyarosítás patyáknak. Nélküled ez a játék nem lett volna szerintem annyira élvezetes, mint alapból angollal, angol felirattal. Szóval köszönöm szépen még egyszer ezt a ismételten jó élményt. Hát, drámai élményt. És mindenkinek köszönöm, aki velem tartott ebbe a három részes vagy négy részes végigjátszásba. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Sziasztok!